És ott folytatom, ha a Szilágyi képviselő úr abba hagyta, mert már akkor, ha tovább gondolom ezt a kérdést, akkor az is felmerül bennem, hogy egyáltalán a közutakat miért nem adjuk vissza a társadalomnak, miért nem adjuk vissza az embereknek, miért kell az, hogy ez külföldi gazdaság elfoglalja tőlük, lényegesen nagyobb közlekedés biztonsági kockázatot teremtve és tönkretéve az utakat. Miért kell az, hogy a magyar közutak túlnyomó többségén olyan külföldi kamionok sokasága járjon, ami nem a magyar gazdaságot segíti, hanem egyszerű tranzitországgal teszi a közútjaink keresztül a közút. Tehát ha már erről beszélünk, hogy miért foglalják el, akkor nem is erről akarok beszélni. Cseresnyés és képviselő ugye sok-sok számot mondott, kíváncsi lennék, ha itt iratnék a parlamentbe egy ZH-t ebből, ami elhangzott, abból a sok számból kimenne át a vizsgán, hogy milyen számok hangzottak el a felszólalásban, mert nem ezek az érvek azok, amelyek egyáltalán nekem fontosak. Én nem arról akarok beszélni, hogy jó-e a mobil rendszer, vagy nem jó mobil rendszer, vagy jó díj, vagy nem, hanem az, hogy arról akarok beszélni, hogy miért olcsóbb egy kínai cipő, mint egy martfű cipő. Arról akarok beszélni, hogy miért olcsóbb a szlovák tej, mint a magyar termelők teje. Mert ezek a szállítmányozási szabályozások azok, amelyek ezt okozzák. Az, hogy sem a gazdasági kockázatokat és károkat, sem a környezeti károkat, sem a közutakban okozott károkat, sem pedig a társadalom számára okozott károkat nem fizeti meg az a mobilizáció, amit gyakorlatilag bújtatott támogatásokkal a magyar kormányok egymás után folyamatosan erősítenek. És ugye mindig ugye ez a Fidesz kormány beszél ilyenekről, hogy hogyan erősíti majd meg a helyi gazdaságot, hogyan erősíti meg a helyi termelőket, helyi élelmiszeripari fejlesztéseket hogyan fog támogatni. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy mindezzel szemben a mai napig, miután a közúti áruszállításnak a valós társadalmi költségeit nem kell megfizetni, nem kell megfizetni a egészségkárosító hatásával keletkező társadalombiztosítási többletköltségeket, nem kell megfizetni a közút fenntartásával kapcsolatos többletköltségeket, nem kell megfizetni a Magyarországon tönkrement helyi munkahelyeket, ebből adódóan ezek a bújtatott támogatások továbbra is a gazdaságunkat gyengítik. Szerintem egy ilyen napirend kapcsán is arról kell beszélni, amiről szól. Kis és középvállalkozásokkal érvelnek. Engem az a roppant szerencsés helyzetem van, hogy én fideszesek mellett ülök itt sorra, és mindig előszeretettel hallgatom, mikor az MSZP-s képviselőtársaim képviselőihoz felszólásaikban a éhes gyerekekről, meg ilyenekről beszélnek, hogy micsoda hatásvadász dolog ez, meg ilyesmi mondják mindig. A kis és középvállalkozások emlegetése is hatásvadász dolog, semmi más. Miért van szükség arra, hogy a kis és középvállalkozások ebből éljenek? Miért nincs helyben munkahely? Miért vannak arra kényszerítve, hogy viszonylag nem egy emberhez méltó munkával éjszakákon át sokszor úgy dolgozzanak, hogy ott laknak benne a kocsikban? A gazdaságunk miért nem úgy fejlődik, hogy helyben megfizetett, tisztességes munkahelyi legyenek a társadalom szereplőinek, a magánszemélyeknek, és miért abba az irányba megy el az egész, hogy a mobilizáció az egyik legfontosabb gazdasági mozgatóerő. Tehát a baj ezzel van. És hogyha azt kérdezik önök, hogy én nyilvánvalóan pártom támogatását követve minden bizonnyal támogatni fogom a jogszabályt, ugyanakkor nem értek azzal egyet, hogy ez elegendő lépés lenne annak érdekében, hogy megvédjük a magyar gazdaságot. És nem hiszem el, hogy ezek a díjak elegendőek arra, hogy a magyar közutak biztonságát megteremtsük, visszaadjuk a közutakat a magánszemélyeknek, az, hogy legalább hétvégenként, akik családi látogatással vagy bármivel kezdenek, ne szembesüljenek kamionok kockázatával, megszüntessük a tranzitországként való szereplést, és a Volner képviselő úr által mondott koncepciós tervek, amelyek mondjuk a vasúti közlekedésre és áruszállításra tennék vissza szabályozással és megfelelő díjfizetési rendszerrel a súlyt, ezek a szimpatikus megoldások, mikor ezek a károk nem keletkeznek. Cseresnyés képviselő úr ugye reagált Erzsébet képviselőtársamnak a mondása, hogy mire mennek ezek a források. Ugyanakkor lássuk be, hogy ezek a források nem mennek a magyar társadalom túlnyomó többségének életteret adó vidéki térségek bekötő útjaira, a 3 és 4 személyegyű utaknak a sokaságára. Tehát mindaz, hogy gyorsforgalmi úthálózatot fejlesztünk, ez segíti a tranzitországi működést, és ugye volt már erről szó, hogy a Püspökladányi elkerülő út megépül-e. Persze, hát az ott élőknek ez egy alapvető igénye, hogy a Romániából tartó forgalom az ne tegye tönkre az ott élők mindennapi életét. Ugyanakkor mindazok, akik a természetes vidéki életet élik kis települések sokaságában, ahová 3-4 személyegyű közutak jönnek be, azoknak a felújítására, fenntartására, fejlesztésére nincs érdemi forrás, és ezek a források ehhez nem járulnak hozzá. És nem járultak hozzá 8 évig, még MSZP kormány volt, és nem járultak hozzá az elmúlt 4 évben sem. És ez az a mulasztás, amit a vidékkel szemben a közútfenntartásban igenis elkövet a kormányzat, mert mindezek a bevételek nem szolgálják feltétlenül azokat a célokat, amelyeknek a megteremtésével annak idején
cél volt. Ugye többször elhangzott ez a kifejezés, hogy a megtett úttal arányos terhelés. Cseresnyés képviselő úr is mondta ezt a kifejezést többször, államtitkár úr is emlegette ezt a kifejezést. Nem arányos, nincs olyan díj, ami kellően arányos lenne a társadalomnak okozott károkkal, és mindemiatt mindezek a rendszerek, amelyek mindig csak egy csővégi megoldást kínálnak, és nem pedig megelőzik a problémát, ezek nem lehetnek jók. Az, amit a kormány mond, és én mindig, tehát te nem szeretem nézni azt, amit a kormány csinál, én hallgatni szeretem, mert mindig olyan szépen beszélnek az ilyen helyi gazdaságról, amit Fazekas miniszter úr mond, hogy hogy fogja megerősíteni a helyi gazdaságot, hogy fogja helyben mindenkinek munkahelyet teremteni, ezeket öröm hallgatni. De ugyanakkor meg a mobilizációs lehetőségek továbbra is azt fogják tenni, hogy mindaddig, amíg a mobilizációt elősegítjük, addig az erőforrás mozgatást segítjük elő. Azt segítjük elő, hogy helyben megtermelt javokat el lehessen szállítani valahova. Azt segítjük elő, hogy mások megtermelt olcsó árukat oda lehessen vinni helybe, tönkretéve a magyar termékeket. A önök kormánya kicsit büszke lehet magára, ugye a korábbi időszaktól eltérően az import élelmiszerek aránya ugye a korábbi 8 évtől 20%-ra, ugye most 37%-ra növekedett. De egy olyan országban, aminek a legfontosabb természeti erőforrása a termőföld, és képes lenne az ország túlnyomó, tehát a teljes egészében megtermelni az élelmiszer ipari hátterét a népességnek, és tudna jó minőségű élelmiszer termelni, elfogadhatatlan, hogy még mindig csak 37% az a belső élelmiszer. És mindaddig, ameddig a mobilizációt igenis nem fizettetjük meg rendesen, és igenis olcsón adjuk oda, és olcsón tesszük tranzitországgá a országunkat, addig ez az állapot fenn fog állni. Tehát én teljes szívemmel együttérzek minden magyar kis- és középvállalkozóval, valamennyit hősnek tartom, aki még mindig fent tudja tartani a vállalkozását, mert tehát már tényleg, akinek ezek után is volt, az tényleg egy gladiátor képzőbe kellett, hogy gyerekkorában járjon, akinek így a kis- és középvállalkozásokról nem ment el a kedve az elmúlt években. Tehát minden együttérzek, de ugyanakkor a megoldás nyilvánvalóan az lenne, hogy nem a mobilizációs lehetőségeket fejlesztem, nem ezt az iparágat fejlesztem, nem bújtatott támogatásokat adok ennek az iparnak, hanem helyi gazdaságot próbálom helyreállítani. Tehát egyetértve a vezérszónokunk álláspontjával, az LMP minden bizonnyal támogatni fogja ezt, ugyanakkor annak örülnék, hogyha nem ilyen tódozgatással, fordozgatással javítanánk ki korábbi hibákat, hanem koncepcionálisan a gazdaságunkat próbálnánk átalakítani. Köszönöm szépen!